Sziasztok! Horáth Gyuri vagyok az Evestől, és a SelfieOpról fogok nekünk beszélni, ami egy olyan pet projektünk a cégnél, ami körülbelül azért kezdtünk el, hogy a fejlesztői kiugorhassanak egy kicsit a mókuskerékből, és az egyébként is nagyon érdekes munka mellett más érdekes dolgokat is kipróbálhassanak. Hát az volt a koncepciónk, hogy egy arcot kivágunk egy selfie-ről, és más hátteret teszünk mögé. Ezzel több problémánk is van. Mi egy ilyen videóról szerettük volna lefotózni az embert. Sajnos a videót azt még nem tudjuk, pláne mobilon több helyen használni a böngészőben. Az arcot állóképpen nem annyira egyszerű megtalálni, mint amennyire gondoltuk elősőre. És ha meg is találtuk, akkor is főként az arc belsejét találják meg ezek a open source algoritmusok, amik ilyen arccsere FaceWeb programok, az tök jók, de nekünk nem voltak jók. Úgyhogy egy kicsit máshogy közelítettünk a dologhoz, a háttérképet próbáljuk eltüntetni, vagy a hátteret próbáljuk eltüntetni a selfie körül. Hát vannak megkötéseink, hogy egyszerre csak egy ember lehet a képen, illetve hogy próbáljon az ember egy homogén háttér elé állni. Tesztel anyunk megfelel ennek. Arckeresésre a CLM Tracker nevezetű open source JavaScript library-t. Ja, tényleg azt el is felejtettem mondani, hogy az egész böngészőben fut tisztán, tehát nem egy natív appról van szó. Ez a CLM Tracker tök jól megtalálja az arcot mozgóképen, állóképen viszont nem. Konkrétan engem ezen az egy képen talált meg, és hát a többi open source megoldás se sokkal jobb nála, viszont ő így szépen körbe is rajzolja, csak nem teljesen az arcomat. Elsőre Greenbox technikával próbálkoztunk, ami nagyon elterjedt, mert nagyon egyszerű. Vettünk egy pontot a már megtalált arcon kívülről, és ezzel a színnel hajtottuk végre a Greenbox algoritmust. Több-kevesebb sikerrel, amit látszik, igazából ha berakjuk egy háttéreli az eredményt, nem is olyan rossz. De sajnos sokkal tovább nem jutottunk ezzel, mert például, hogyha olyan színű a háttér, mint tesztképünk esetében, akkor az ember szeme egy idő után eltűnik. Úgyhogy a flat fill, azaz a vödrös kitöltés, vagy nem is tudom mi a magyar neve, algoritmussal mentünk tovább. Itt most több pontot vettünk az arc körül, és ezen referenciapontok színeivel az adott pontokban végrehajtottunk egy ilyen flat fill kitöltést átlátszóra. Itt látszik, hogy a kép felső része már sokkal jobban sikerült. Alul ott, ahol árnyékot vetett a tesztaranyunk fejött, már nem olyan jó, de úgy gondoltuk, hogy ezzel tudunk talán tovább menni. Úgyhogy kitaláltunk egy ilyen élkeresős flat field, ami annyit csinál, hogy nem csak az eredeti referenciapontok színéhez hasonlítja az éppen vizsgált pontot, hogy hasonlít-e a referenciapontra, hanem a legutoljára megtalált szomszédjához is. Így egy ilyen erősebb színváltásnál megáll az algoritmus, és amit látjuk, tök jó. Szinte pár zajon kívül elhiszi az ember, hogy ott vagyok az erdőben. Éppen tényleg ott voltam. Kis kitérő, hogy mit jelent az, hogy hasonlít egymás a két szín. Alapból a aki legtöbbet használ színeket számítógépen, az az RGB színteret használja, ami egy ilyen kockaként képzelhető el, és a két szín távolsága Pitagorasz tétellel kiszámolható. De a narancssárga és a zöld között körülbelül ugyanakkor a különbség, mint a sötét zöld és a világos zöld között, ami nekünk nem olyan jó. És ugye erre való például a HSL színtér, ahol a színterítettség és a fényerő jobban eltérhet két szín között, mint a U, ami nem is tudom, hogy micsoda magyarul, színezettség vagy színárnyalat. Úgyhogy mi ezt a színteret használtuk ahhoz, hogy két szint összehasonlítsunk. Miután elég jól körbevágtunk már engem, ezután egy kicsit a kép szélein kellett finomítani, úgyhogy egy burkoló görbével beburkoltuk a képet. Ami belülre esett, az megmaradt, ami kívülre esett, ez a pirossal jelölt, nem látszik, hogy piros szín vagy zaj, azt eltüntettük. Illetve a burkoló görbe mentén végrehajtottunk egy elmosást, hogy jobban belesimuljon majd a háttérbe az arcom. Mivel a háttérkép tónusa az nem mindig olyan, mint az arc tónusa, ezért valamit ezzel is kellett kezdenünk. A selfie histogramját próbáltuk úgy transformálni, hogy hasonlítson a háttérképére. Ezt most
Itt ezen a képen pont nem annyira látszik, mert ez a transformált, ez meg a nem transformált, de beraktam még több példát, hogy értsétek, hogy miről van szó. Ezek magában az alkalmazásból meg. De itt látszik például, hogy itt elég jól eltalálta a tónust. Hát egyébként körülbelül itt járunk. Van-e kérdés? Mi az óvere? Tehát kipróbálhatjátok ti is a selfieofeuh.com oldalon. Hát nem mondom, hogy az első képpel működni fog, de lehet próbálkozni. Még aktívan játszunk az algoritmusokkal. Igen? Ez még elnézés, ami a mélységjelenséghez hasonlókkal játszott? Gondolkodtunk ilyeneken is, de nehezebb ezt megoldani így utólag egy képen, hogy a mélységjelenséggel játszunk. Pénzenem, én honnan fogsz elhozni? Nem tudom. Igen? Jó, hát akkor köszönöm szépen.